Vasárnap délután 13 órától folytatódott a téli kupa mérkőzés sorozata az Erdei János sportcsarnokban. Mivel a nyílt kategóriában és a 35 év felettiek csoportjában is véget értek a csoportmérkőzések, az egyenes kieséses folytatás miatt kevesebb volt a mérkőzés. Ezért már csak vasárnap lehetett szurkolni a kedvenceknek. Rögtön az első mérkőzésen meglepetés született, hiszen a Posta A csapata nem bírt a déli gyümölccsel, a 2x15 perc után is 0-0 állt a kijelzőn. Így büntető rugásokkal dőlt el, ki lesz a továbbjutó. Itt a déli gyümölcs játékosai összpontosítottak jobban, és 2-1-re megnyerték a 7 méteres párbajt. Így az A csoport első helyezettje helyett a B csoport negyedikje léphetett tovább. A második mérkőzésen a Forever SK 3-0-ra verte a Contitech csapatát, így a zomboriak folytathatják majd a küzdelmeket. A Favor Trans Posta B összecsapás is kemény küzdelemnek ígérkezett, ám a Favor gyorsan elhúzott 2-0-ra, majd a második félidő végére 3-1-re módosult az eredmény. Így a Posta második csapata is búcsúzni kényszerült. A negyedik mérkőzésen a címvédő Dublin Music Club magabiztosan verte a setup mixet, így a mezőhegyesi csapat folytathatja tovább a menetelést. A 35 év felettieknél a 9. és a 10. hely sorsa már eldőlt, a két csoport 5. játszott ugyanis egymással a helyosztón. Az Apátfalvi Takarék Szövetkezet itt 3-1-re győzte le a Leningrad Cowboys-t. A további 8 csapat egyenes kieséses rendszerben mérkőzött egymással, az összecsapások eredményeként a következő 4 csapat jut az elődöntőbe. Az Autós Csárdapanzió, a Kristálymosoda, a Makói Rendőrség, valamint az Első Beton. A 45 év felettieknél tovább folytatódott a pontvadászat, a 6 induló csapat mindegyike játszik mind az 5 másik csapattal. A téli kupa jövő héten, január 29-én, azaz szintén vasárnap folytatódik. Akkor már az elődöntőket és a döntőket láthatja a közönség az Erdei János sportcsarnokban, ahol a mérkőzések megtekintése továbbra is ingyenes.